Az előző videó alatt feldobtam azt a lehetőséget, hogy a nézők megszavazhatják, miről szóljon a következő videó. Úgy véltem ezt főleg az avatár és a klónok háborúja lesz, de a konoszuba, amit csak úgy viccből bedobtam, a végén megverte a Star Végül is egyértelmű volt, hogy kinyerte a versenyt, úgyhogy Avatar Time. Már pár éve megnéztem a sorozatot, és azt hittem, hogy nagyon jó, de azért nem üti meg azt az isteni szintet, aminek az emberek beállítják. De minden megváltozott, amikor a tűznépe támadást indított másodjára, youtube újra néztem, és hú de sokkal jobban élveztem most. A poén az, hogy még a pályafutásom korai szakaszaiba is nagyon mondták, hogy csináljak egy avatar videót, de akkor azt tartott vissza, hogy csupán az inda videós verzióhoz fértem hozzá könnyen, ami... Nem a legszem egy több, de most egy jobb minőségben megtaláltam, úgyhogy vágjunk is bele. Az avatár rang legendája angról, az Avatarról, a négy elem mestereiről szól. Főszereplőnk egy közeledő háború elől menekülve véletlenül jégbefagyasztja magát, és csupán száz év múlva ébred fel. Felébredéséért főleg egy Katara nevű vízidomár és szokka felelős. Ang tőlük megtudja, hogy a háború, ami elől elmenekült, még mindig tart, és hogy az ő feladata Avatárként megállítani a tűznépének vezetőjét, ezzel végre befejezve a hosszú csatározást. A kis csapat ezután el is indul körbeutazni a világot, hogy a protagonistánk a négyelem idomítását megtanulja. De vigyáznia kell, mert a tűznépének katonái mindenhol állnak, ugyanis ők is tudják, hogy csak is az avatár állíthatja meg őket. Hi ez száraz lett, mint a múlt havi kenyér, mintha egy műzis doboz hátulján lévő összefoglalást olvastam volna. Magamtól egy kicsit többet vártam, de ezek szerint nekem sem kifogyhatatlan az ötletek forrása. Elfelejtettem megemlíteni, de a második dolga, ami visszatartott korábban a videó elkészítésében az az első évad újra nézése, mivel egyértelműen az a legrosszabb évad. De. Nem is volt annyira rossz? Tartsátok fejbe, hogy még mindig ez a legrosszabb, de csupán azért, mert a többi sokkal jobb nála. A lista legaljai helyét viszont nem ok nélkül kapja, hiszen ez az évadat szállást a legsilányabb részeknek. Mondjuk ez a kifejezés sem teljesen igaz rájuk, mert az átlagos rajzfilm epizód kategóriában még mindig rengeteg sorozatot levernek, de nem ütik meg azt a bizonyos szintet, amit elvár az ember. Az első évad a legepizódikusabb felépítésű az összes közül. Aki nem tudná ez mit jelent, azzal hadd meg tud egy sorozat háromféle módon épülhet fel. Vagy epizódikus, vagy összefüggő, vagy fele fele, ennek nem tudtam sajnos jobb nevet kitalálni. Az epizódikus sorozatok részei egymástól függetlenek. Ha tudod, mi az alapszituáció, bármilyen sorrendben megnézheted a részeket, mert minden epizód a saját kis története. Az összefüggőek azok a sorozatok, amiket igenis sorrendbe kell nézni, mivel minden rész az előző folytatása és a következő előzménye. Sereghajtónak pedig ott van a fele-fele, amikor egy évad minden része a történetszához hozzátesz, nem az összeset, de bizonyos epizódokat akár felé is lehet cserélni, mivel a sorrendjük nem befolyásolna semmit. Ez a sorozat legtöbbször a fele-fele kategóriába esik. Azt még megemlítem, a saját teóriám szerint az első évad azért ilyen, mert újra rajzfilm és a fejesek a stúdióban nem biztosak benne, hogy meg tud a sorozat a saját lábán állni, és hogy profitálni fog-e. Miután a sorozat bizonyított, a producerek meglazítják nyakörvet, és megengedik, hogy az írók azt csinálják, amit akarnak. Az epizódikus rajzfilmekbe pedig könnyebb bekapcsolódni, tehát több ember nézheti és tökéletesen megérti, hogy mi történik, ergo több pénzt hoz. Én sokkal jobban szeretem az összefüggő sorozatokat. Ritkában esnek például abba a csapdába, hogy egy részt nagyon jóra csinálnak, az utána lévő meg vagy öt szinttel az előző minősége alatt van. És lássatok csodát, de bizony pont erre a sorsa jutott az első évad. Ugye, mint mondtam, ebbe található a legtöbb rossz rész. Biztos, hogy lesznek olyanok, akik nem fognak velem egyetérteni, de én ide a villám, a szúrdok és a jóst sorolnám. Hú, csak három? Megesküdtem volna, hogy több lesz, de szerintem ez is mutatja, hogy mennyire jó a rajzfilm sorozat. És megint elmondom, ezek nem nézhetetlenek, de nem mint a részek. Na, de nézzük, kiket is mutatnak be ebben az évadba. Ott van a légidomárból lett Avatar, aki egy elég szolid főszereplő. Gyors trip, ha bármikor is írtok valamilyen regényt vagy novellát, legtöbbször jó a főszereplőnek valami olyan tulajdonságot adni, amivel kitűnik a többiek közül. Tudom, hogy ez alaptudás, és hogy a kiválasztott klisé már mindenkinek a a könyökén jön ki, de ez okkal van. Kell valami, ami egy mellékszereplőt főszereplővé emeli. Angot pedig nem csak az avatárra tenni, hanem az utolsó légidomára is tenni, pedig fantasztikus húzás. Már akkor is érezzük, hogy különleges, amikor még csak a szerzetesektől tanult harcmozdulatait végzi. De mégis, ennek ellenére Ang csupán elmegy az én szemembe. Nem utálom vagy bármi, de főleg más szereplőköz képest gyengébb. Tehát ha csinálnék egy avatar tier listet, akkor Angot figyelne a közepén. Néha túl idegesítőnek találom, ami tudom, hogy a karakterfejlődés része, de akkor is. Azt viszont szeretem benne, hogy morálisan ragaszkodik Giatsu és a nomádok tanításaira, és a sorozat végén csak az változik benne, hogy érettebb lesz. A második avatárcsapattag, akit bemutatok, a Skatara, aki... Ha. Amikor először látom az egészet, ő volt az abszolút legkevésbé kedvenc karakterem a csoportba, és a pozíciója egyáltalán nem változott meg most, de... De el kellett gondolkodnom. Azt szeretem benne, hogy tud kedves és kemény is lenni, amit viszont nem szeretek benne, hogy egyáltalán nem emlékezetes karakter. Tehát amikor nézem, akkor hú de menő. De aztán Ang vagy a többi szereplő csinál, vagy mond valami olyan dolgot, ami jobban tetszik, és néz már ott megy a figyelmem. A jelenleg felsorakoztatott helyeződek közé pedig nem más kerül, mint Katarabátya szokka. Kimondom, szoka nem vicces, szoka szórakoztató, de nem fogom a hasamat a rögéstől, a humoros megjegyzéseitől. Voltak alkalmak, amikor nevettem rajta, de az csak párszor fordult elő. Azt tetszett benne, hogy annak ellenére, hogy nem volt semmilyen idomár, és az eredményei is eltörpültek minden más avatárcsapattakhoz képest, tudod, hogy ott van. A jelenlét itt a tudatodra adja, és tényleg a csapat része, mert annak ellenére, hogy bipoláris az ikus szintje, a férfiasságát pedig a homlokán viseli, kedves és megértő és néha meglepően okos. A szavatár csapatban még beletartozik apa, Ank, Hátasa és Momo. Lemur is. Őket nem rakom bele a listába, mert nem lenne fel a többi versenyzővel szemben. De nem csak az Avatar csapat tagjai az egyetlen visszatérő karakterek, hanem a tűz népéből is bemutatnak párat. Most belépünk a nagy fiú zónába, ugyanis a következő három szereplő mérföldekkel a többi fölé emelkedik karakterfejlődés, személyiség és csak szimplán menőség szintjén. A csoport első tagja Zuko Herceg. Zuko karakterfejlődése az egyik legjobb, amit bárhol láttam, legyen az film, sorozat, játék, bármi. Imádom, hogy más szinte mániákusan elszánt, hogy sokszor rátér a rossz útra, és hogy sokat hibázik, de ennek ellenére rengetegszer megmutatkozik a jó oldala is. Zuko célja a sorozat nagy része alatt, hogy visszaszerezze az elvesztett becsületét, mert az apja a tűznépének vezetője száműzte. A tűz azt mondta neki, hogy csak akkor fogadja vissza, ha elhozza neki az avatárt. Ezt hozzá egy életen át tartó szélmalomharcnak tervezte, mert ugye senki sem látta már száz éve ezt az ominózus szemét. Zuko el is kezdte keresgélni, de ugye nem talált semmit, és amikor végre egy kicsi esélye is volt annak, hogy az apja visszafogadja, azonnal megszállott lett, pedig legbelül ő is tudhatta, hogy már semmi nem lesz olyan, mint régen. Mániákussága abból is ered, hogy egy érzelmi lény, és nem mindig tudja magát visszatartani. Először mindenkinek önzőnek tűnhet, de már az első évad elején is voltak olyan alkalmak, amikor mások érdekét helyezte szem elé. Ezzel jól mutatják az írók, hogy valójában nem a nagy, gonosz tűzidomár, amitől mindenkinek félnie kell, hanem egy gyengédebb ember, akiből a környezete követelte ki, hogy ilyen legyen. Ahogy egyre halad a sorozat, úgy többször is láthatjuk a lágyabb oldalát, de szinte sose lehet kiszámítani, hogy mit fog legközelebb csinálni, mert a durvább oldala mindig jelen van benne. Vele éles ellentét a nagybátyja író. Megfontolt, körültekintő, bölcs, kedves és türelmes, de egyben veszélyes is. Zuko életébe pedig inkább töltötte be az apa szerepét, mint a nagybácsiét, főleg azért, mert író fia meghalt, és a Zukoért való törődése segít a fájdalom csökkentésébe. Emellett még író valami olyat elért, ami szokkának nem sikerült. Konzisztensen vicces. Pontosabban a második legviccesebb avatár karakter. De tényleg, komolyan imádom, hogy ülj a bolondos nagybácsi. De amikor komolyra veszi a dolgokat, akkor a legfenyegetőbb pozitív szereplő az egész rajzfilmben. Fenyegetésről beszélve, amit nem szeretek ebben az évadban, az, hogy a tűznépének hadseregét mennyire inkompetensnek mutatják. Tehát ezek az emberek már száz éve rettegésbe tartották a világot, de azt hiszik, hogy egy lemúr földidomít. Tele van az egész ilyenekkel, és van egy teóriám arra, hogy miért csinálták. Ezt vissza lehet kapcsolni, ha nem engedtek meg a főmuftik annyi dologhoz. Valószínűleg a Nickel azt gondolhatta, hogy túl ijesztőek lesznek a tűzkatonák, és megpróbálták humanizálni őket azzal, hogy kicsit bolondossá teszik őket. Régi háborús rajzfilmekben is megtalálható az ellenség kifigurázása. Ez általában azt a célt szolgálja, hogy megnyugtassák a nézőket, hogy az ellenfél is csak ember, nem pedig egy legyőzhetetlen akadály. Ezt a teóriát az is alátámasztja, hogy a katonákat sokkal normálisabban és az elvártaknak megfelelően ábrázolják a további évadokban. Persze az emberségüket megtartották, de már nem a lemúr földi domás szinten vannak. És aztán ott van a die leader, róluk csak a... Most, hogy már Rang megtanulta a vízidomítást ideje egy földi tanárt keresni, és őt a föld fogják megtalálni, úgyhogy a kis csapatunk arra felé veszi az irányt. De még mielőtt megérkeznének, beszéljünk már egy kicsit a világ felépítéséről. Vagyis csak azzal a szóval le lehet tudni, hogy kitűnő. Azt vettem észre, hogy az avatár a nagyon hasonlít Ázsiára. A föld a Kína, a tűznépe Japán, a víztörzs az eszkimók, a levegő nomádjai pedig a tibeti szerzetesek. Várjunk csak, a levegő nomádjai, de hát van egy fix otthonuk. A nomádoknak pedig szerintem nem kellene, hogy legyen. Na mindegy, azt, hogy bemutatják a különböző nemzetek kultúráját is nagyon okos. Az első évadban a levegő és a vízemberei vannak a központban, vagyis a maradványuk, meg a világ részei. A másodikban a föld királyságának fővárosát, Bászingszét, a harmadikban pedig a tűznépének lakóhelyét mutatják be. Szerintem a második évad ezerszer jobb, mint az első, sőt arra is esküdnék, hogy a legjobb évad. Rengeteg új dolgot megtudunk a szereplő. Tényleg kiszámíthatatlan a történet, és olyan karaktereket bemutatnak, akik nélkül nem tudom, hogyan tudtunk élni. Mint például a nagy fiúk csoportjának utolsó tagja, aki egyben az avatár csapat ezüstérmes helyezete is fóf! Toff szóval hasonlít íróban abba, hogy vicces és menő, csak megszorozva tízzel. Ő egyértelműen a legviccesebb karakter, és ez nem vitás. Nevezzetek meg még egy olyan szereplőt, aki a sorozat közepén felbukkan, és többszörös emeli az általa nyújtott élvezetet. Verdik a kora legendájából! Hát, ja, de róla majd talán később. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne az, hogy már-már nyugtalanító időtartamokig mutatják a piszkos talpát. Megértem, hogy egy fontos része, mert azzal lát mindent, de ismerve pár embert a Nickelodeonnál, az se lepne meg, hogyha hátsó szándékkal rakták volna be. Mondjuk Dan Schneider, nem tudjátok ki az a Dan Schneider? Nos, akkor még nem vagytok megátkozva azzal a tudással, mint jó magam. És ez így nem kóser. Nem csak nekem és több millió másik embernek kéne szenvednie. Az egész világnak meg kéne ismernie a fájdalmat. Hadd kezdődjön a rituálé. Shell. Kapsi patu is shunya zishki bamaudin Egy casting procedúrán 40 12 éves lányt akar rávenni arra, hogy levegyék a cipőjüket, és járkáljanak csupasz talpal. Legendák szerint az egyik törvényes kor alatti színészlány Jamie Lynn Spears gyermekének az apja. Csak nézzétek ezeket a klippeket! Ő, Még a stúdió logója is egy talp volt! Erős nőkről beszélve itt a sorozat bemutatja az első igazán negatív szereplőt, Azulát. Ott van még Tyli és Má is. De ők is inkább csak azért segítenek a tűzuralányának, mert félnek attól, mi lesz, hogyha nem. Azula érti a dolgát, mint antagonista. Fenyegető, karizmatikus, ravasz, hihetetlenül erős és egy szihopata. Úgy értem, ő az egyetlen tűzidomár, aki kék lángot tud idomítani. Még a tűzurát is felülmúlja ebben. És sok másba is. Végre valaki, aki valódi veszélyt jelent az avatárra. Olyan erős, hogy a harmadik évadban valahogy le tudta futni angot. Tudjátok, egy légidomárt. A rohadt emberi gyalogkakukkokat. Hogy? Ja, és még ezt a legendás képet is neki köszönhetjük. Karakterfejlődésről csak annyit, hogy mivel ő a kezdetektől a végletekig rossz, nem lehet annyira látványos, mint Zuko, de azért ezen a téren is megállja a helyét. Mondjuk szerintem túl gyorsan történik meg. Tehát az egyik részben látjuk, hogy elárulja minden barátja, a másik részben meg az apja, a harmadik része pedig átmegy abszolút paranoiába. Én azért még minimum egy részt adtam volna neki. Lee és Mai mondjuk negatív szereplőként csak ott vannak. Tehát párszor jutnak el oda, hogy rátámadjanak az avatárcsapatra, kétszer apa vánsatolja őket, a többi alkalomkor pedig nem tesz hozzá a jelenlétük semmit sem a harchoz. Tehát majd nem segít a nek mert. Hát, lehet, hogy az Ula az én arcomra is tesz egy zukós stílusú heget, de én be nem piszkolom magamat. Mondjuk ezt nem hiszem, hogy annyira bánnám, mert akkor zukóval lenne még egy közös vonásuk. Híde aranyosak együtt, amikor mindent megvetnek. Nézzétek már ezt a két szomorzsákot. Vigyázzatok, héja pár, még véletlenül egy napsugár eltalál. Tyli és már dinamikája elég szórakoztató, de szerintem csak azért lett ilyen népszerű az akrobatánk, mert felébresztett valamit az akkor tíz éves rajongókba. Ugye mondtam, hogy a második évad nagy része a földkirályság fővárosába Bassing szébe játszódik. Ha Bassing Say vehetetlen város jelent, akkor a különleges erők a menős menősrácokat jelenthet, mert hinje, itt végre komolyan vették a készítők a katonaságot. Most nem jutott eszembe semmilyen jó átvezetés szóval... Az egész évad olyan, mint a fogták volna, és a második évad kiszámíthatatlanságát felnyomták volna ezerre. Az egész eseményre, a napfogyatkozásra, amire a tűznépének legyőzését alapozták, végül is füstbe ment, annak ellenére, hogy tökéletes finálé hangulatot teremtettek. Ráadásul olyan jól sikerült, hogy jobb, mint az igazi finálé. Nem számít, mennyiszer nézem meg az Azula kontra Zukó és Katara harcot, mindig csalódást okoz. A megszokottakkal akkor a koreográfia elég rossz. A dolgát teszi, mert Zuko harca azt mutatja, hogy a kedvenc hercegünk végre legyőzte a nővérét, és azzal, hogy feláldozta magát valakiért, elvetette az önzőségét, ez tökéletes befejezés számára, de attól még eléggé unalmas és rövid csak nagy tűzcsóvákat lőnek egymásra, amik vagy kioltják, vagy eltérítik egymást. Ha már harcok, akkor a végső konfliktus. Ugyanúgy nem tetszett. Két egyoldalú harcból áll. Első menet. Főnix király ozáj beégeti a világ előtt az avatárt. Második menet. Avatár állapotang földbe döngöli a Főnix királyt és Ang kiütéssel nyer. A harcuk ugyanolyan mértékű csalódást okozott, mint maga Ozai. Olyan jól felhájpolták. Tényleg, ez benne nagyon jól meg volt írva, de aztán nem lett belőle más, mint egy egydimenziós gonosz rossz fiú. Vannak, akik tökéletesen el vannak olyan rossz fiúkkal, akik csak simán gonoszak, mert ilyennek vannak írva. Ha belegondolunk, Azulának sem voltak különlegesebb motivációi, de mégis sokkal érdekesebb, mint a tűzura. A végéről még annyit, hogy szerintem a legkielégítőbb lezárást Ang, Iro és Zuko kapta. Szokka meg Toff pedig nem kapott semmit. Összesítve csak annyit tudok mondani, hogy az avatár egy mestermű. Néha vannak olyan részek, amik nem érnek fel az elvárásainkkal, de ezek eltörpülnek a seregnyi jó epizóddal szembe. A karakterek jól megírtak, összetettek, megragadóak és szerethetőek. A humor is a helyén van, a csatanóak kiválóak és nem erőltetik túl. A harckoreográfiák pedig irdatlan jók, a világ pedig részleg gazdag, kreatívan és tudatosan felépített.